Köszöntöm nézőinket, Önök a Közéleti Magazint látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Lássuk a mai magazinunk tartalmát. Munkaerő hiánnyal küzd a mezőgazdaság és az élelmiszeripar. Visszaigazolta az elképzeléseket a szakképzés átalakítása. Pro Sanitate díjat kapott dr. Bali Ildikó infektológus főorvos. 30 éves a szekszárdi Kolping iskola. Közösen tartott szakmai napot a Déli Agrárszakképzési Centrum és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei igazgatósága. Ugyanis úgy tapasztalják, hogy az elmúlt években kevesebben választják az agrárszakképzéseket. Utóbbi fellendítésének érdekében döntött úgy a két intézmény, hogy egy rendezvény keretében ismertetik az ágazat problémáit, és azokra megoldást keresnek. Jelentős munkaerőhiánnyal küzd a mezőgazdaság és az élelmiszeripar. Vendég Edit a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnökének elmondása szerint az elmúlt években már az vált jellemzővé, hogy 10 vállalkozásból 9-nek nincs elég munkavállalója. Ezért a probléma megoldásának érdekében szerveztek közösen szakmai napot a Déli Agrárszakképzési Centrummal. Ezért rendkívül fontos az, hogy a 12, most a Déli Agrárszakképzési Központ 12 iskolája, és az ő hozzájuk tartozó 4 megyének a szakemberei, agrárkamarai szakemberei leüljenek, egy nyelvet beszéljenek, együtt gondolkodjanak és összefogjanak, mert rendkívül nagy szerepe lesz a szakember utánpótlás kapcsán a pályorientációs programoknak, beiskolázási kampányoknak, és ebben szeretnénk együtt gondolkodni, mert így tudjuk biztosítani olyan színvonalon és olyan létszámban a szakember utánpótlást, amit az ágazatok megkívánnak tőlünk. Simonné Szerdai Zsuzsanna, a Déli Agrárszakképzési Centrum főigazgatója azt mondja, rendkívül fontos, hogy minél több gyereket vonzanak be az agrárszakképzésbe. A szakképzési törvény változásai vannak a fókuszban. Nyilvánvalóan a szakképzési centrumokat is nagyon sok változás érinti, az intézményeinket, iskoláinkat is, illetve a kamarát is nyilvánvalóan a törvényi változások érintik. Gondolok itt erre, hogy a tanulószerződések helyett munkaszerződések lesznek, illetve hát már vannak ágazati képzőközpontok, pontok kialakítása, együttműködési megállapodások, pályorientációs rendezvények, szakmakóstoló programok közös szervezése, tapasztalatai, ezek lesznek a fókuszban a mai nap során. Az agráriumnak mindig is volt jövője, illetve hát én nagyon bízom benne, hogy ezt többen meg fogják a mai nap során erősíteni, hiszen azt gondolom, hogy Magyarország amúgy is egy agrárország, és hát az elmúlt időszak, ez a pandémiás helyzet, én azt gondolom, még inkább felerősítette az agráriumban tanuló diákoknak a létszámát. Nagyon egyszerű példát szoktam volt mondani, az elmúlt létszám éves adataiban körülbelül 12%-kal emelkedett a Déli Agrárszakképzési Centrum tanulóinak a nappali képzésben a tanulói létszáma, és hát a felnőtt képzés az pedig egy folyamatosan növekvő pályán van, úgyhogy nagyon optimisták vagyunk ez ügyben. A szakképzés átalakítása egy sikertörténet, mondta Pölöskei Gáborné szakképzésért felelős helyettes államtitkár azon az átadó ünnepségen, melynek keretében Bonyhádon elfoglalhatta új helyét a Tolna megyei Szakképzési Centrum Percelmor Technikum és Kollégium iskolája. Az intézmény energetikai korszerűsítésen esett át, és a jövőben sor kerül majd az oktatás technikai eszközök cseréjére is. Új helyre költözött a Tolna megyei Szakképzési Centrum Percel Szakképző iskolája. A felújítás eredményeként a kor igényeinek megfelelő körülmények között folyhat az oktatás az iskolában, mondta Dömötör Csaba, a Szakképzési Központ kancellárja. Alapjában véve az indokolta ezt a felújítást, hogy két különböző épületben dolgozott az iskola. Ez az épület alkalmas arra, hogy teljes mértékben elférjünk benne, be tudja fogadni azt a közel 400 tanulót, aki ebbe az iskolába jár. A másik épület önmagában erre nem lett volna alkalmas. Ezért döntöttünk úgy, hogy az önkormányzattal közösen, hogy ezt az épületet tesszük majd rendbe. Kívülről az épület egy teljes energetikai felújítást kapott, ezt Bonyhád város önkormányzata bonyolította. Belül pedig egy teljes körű villamoshálózat felújítás történt, teljes mértékben kicseréltük a vizesblokkokat, felújítottuk a vizesblokkokat, tantermek padozatát, belső nyilászárókat cseréltünk, kifestettük a teljes épületet minden helyiségét tekintve, és hát kialakításra került egy tanári irodablokk, helyiség, ahol az itt dolgozók tudják most már korszerűen a munkát végezni.
Összességében azt kell mondani, hogy amit a szakképzési centrum fordított az épületre a belső felújítások során, az egy ilyen közel 300 millió forint összegű beruházást jelentett. Az ünnepségen részt vett Pölöskei Gáborné szakképzésért felelős helyettes államtitkár is, aki azt mondta, jelentős átalakítás zajlott a képzés rendszerében, mely ma már számadatokkal igazolja az elképzelés életszerűségét. 12%-kal növekedett a szakképzésbe jelentkezők aránya, ennél nagyobb a technikumba jelentkezők aránya, az egyértelműen jelentős. Elindítottuk az okleveles technikust, ami az egyetemekkel való kapcsolatnak egy ilyen kreditpontos rendszerrel még kiegészül a képzés ott. Ott nagyon sok gyerek és nagyon sok iskola egyetem akar bekapcsolódni, tehát ez azt gondolom mind visszajelzés. Új technikumokat hozunk létre a kreatív technikum és a pedagógiai technikumnak a formájában, illetve az alternatív szakképzési utakat is elindítjuk, ami azt jelenti, hogy akik leszakadók, azokat nem engedjük be a rendszerbe, hanem dobantó programba kell, hogy megerősödjenek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a rendszer ki van találva, ezeket belülről kell erősíteni és támogatni az oktatókat. A szülők és a tanulók megértették a szakképzésben rejlő lehetőségeket, állítja ki a helyettes államtitkár. A továbbiakban, ami szükséges, hogy megerősítsük ezt az átalakítást, vagyis a belül az oktatóknak a képzése az, ami hátra van, a tananyagoknak a fejlesztése van hátra, amit elsősorban a digitális tananyagfejlesztésekben fogunk megvalósítani, illetve eszközfejlesztések vannak hátra, és tovább megy a fejlesztés, az ilyen típusú fejlesztés, mint amit most látunk. Dömötör Csaba kancellár megerősítve az előbbi gondolatokat azt mondta, a következőkben az oktatás technológia fejlesztésére fordítódik majd a figyelem. Ez egy nagyon-nagyon jelentős beruházásnak számít. Nagyon-nagyon fontos, hogy folyamatosan újítsuk az épületeinket, ahol az oktatás, a képzés folyik, hiszen a 21. század már elképzelhetetlen, a 21. századi oktatás elképzelhetetlen, anélkül, hogy ne korszerű körülmények között egy jól felújított épületben folyik. Nagyon sok beruházást viszünk egymás mellett párhuzamosan. Most a legnagyobb ez volt, de a többi épület, többi iskolánk többi épületére is igyekszünk mindig odafigyelni, és hát folyamatában igaz, hogy kisebb beruházásokkal, de folyamatosan újítjuk fel az épületeket. Maga az oktatási technológia, ami szükséges, az folyamatos megújításon megy keresztül. Most az idei évben, még az év végére tervezünk még egy közel 25 millió forint összegben eszközbeszerzést az iskolába. Ezek részben az informatika szakmai oktatáshoz kapcsolódó eszközöknek a cseréjét, felújítását, új eszközök beszerzését jelenti, de nagyon-nagyon figyelünk arra, hogy korszerű digitális tananyagokat is tudjunk beszerezni. Ez is most meg fog történni, illetve azokon a területeken, mint az épületgépészet, ott is vannak olyan eszközök, amelyek vagy már tönkrementek, vagy már nem korszerűek, és ott is most jó pár eszközt fogunk beszerezni még ebben az évben. A Simon Tornyai Roma Nemzetiségi Önkormányzat legutóbbi rendezvényén a jelzőrendszer mindennapi működése került górcső alá, ahol jelen volt minden szakmai ágazat képviselője, akik aktív részesei az észlelő rendszernek, hiszen az eredményes munka érdekében folyamatos kapcsolattartásra van szükség a szervezetek között. Az egyének, családok és gyermekek problémáinak időben történő felismerése, mihamarabbi enyhítése érdekében az állam észlelő és jelzőrendszert működtet. Utóbbi a különböző szakmai ágazatok, intézmények, szakemberek és magánszemélyek közötti együttműködést szabályozza. A problémák, a krízis helyzetek, valamint a veszélyeztetés korai felismerését, az időben történő beavatkozás lehetőségét biztosítja. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság és a Tolna megyei cigány nemzetiségi önkormányzat közötti napi szintű kapcsolattartás egyik eredménye ez.
hiszen nagyon sokszor elmondták a megyei roma vezetők, hogy a rendőrségen kívül nem nagyon van nekik olyan partner, aki valóban úgy is kezeli őket, és hát egy kis sugallatra jött létre ez a mai rendezvény, hogy akkor tessék, nyissunk, és akkor nézzük meg, hogy a jelzőrendszer tagjai, akiket most lehetne felsorolni sok-sok szervezet, de akár egy állampolgár is, milyen módon tudnak abba segíteni, közösen együtt gondolkozni, hogy azoknál az eseteknél, amikor gyermekeket érintő intézkedés van, akkor mindenki a maga szakterületén a legjobbat tudja nyújtani. És azt gondolom, hogy ez egy jó kezdeményezés volt, és már is egy újabb kapu nyílott meg, hogy itt Tolna megyében a békés egymás mellett élést elősegíthessük. A jelzőrendszer az egyértelműen jelen van, viszont amikor a roma vezetők kerestek meg engem ezzel a témával, akkor ők egyfajta hiányosságként élték meg azt, hogy ők valamilyen módon ebből kimaradnak. És ezzel ezt szeretnénk elindítani, hogy azokban az esetekben, amikor beszéljünk most hátrányos helyzetű családokról, gyerekekről, azért nekik igenis a településen és a környékeken, vagy kistérségben azért jó, ha tudják, hogy történik mondjuk egy gyermek kiemelés a családból. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy bizalommal, vagy inkább fordulnak felénk bizalommal, és várják az egyfajta segítséget. Eljutottunk arra a szintre, amikor a roma vezetők, a roma szakemberek is egyes területeken tudnak nekik segítséget nyújtani, és ez a segítség általában nem is biztos, hogy szakmai, hanem emberi megközelítésből számít nekik, és egyfajta megnyugvást is okoz nekik, hogy valaki azért foglalkozik az ő problémájukkal. Hatósági eljárás kezdeményezhető többek között a gyermek bántalmazása, illetve a súlyos elhanyagolása vagy egyéb más veszélyeztető okok fennállása esetén. Más településekhez hasonlóan Simontornyán is a jelzőrendszer bármely szervén élhetnek segítségkéréssel a családok vagy a környezetükben élők, akik valamilyen rendellenességet tapasztalnak. Ez a jelzőrendszer ez a cigánysággal így már 8 éve, hogy aktívan működünk együtt. Már előtte is dolgoztunk együtt, akkor én nem voltam képviselő, és így belefolytam ebbe a jelzőrendszerbe, és mai napig is tevékenykedünk együtt, közösen csináljuk a munkánkat. Nagyon jó az együttműködésünk, és nagyon jól tudunk dolgozni együtt, ugyanis beavatnak engemet mindenféle tevékenységbe, mindenféle munkába, ahova csak lehet, azonnal kérik a véleményemet, gyűléseket tartunk. A jelzőrendszer működésével kapcsolatos rendezvényen hangsúlyozták az együttműködés pozitív és segítő szándékát, amely arra törekszik, hogy a gyermek, illetve a család krízis állapotát, veszélyeztetését, bántalmazását megelőzze, enyhítse, megoldást keressen, és a jövőbe vetett lehetőségeket megfogalmazza. 6 éves volt, amikor eldöntötte, hogy orvos lesz, és már 45 éve a pályán van. Számtalan emberen segített már szaktudásával, és most megkapta az ország második legnagyobb orvosi kitüntetését, a Pro Sanitate díjat. Dr. Bali Ildikó infektológus főorvossal beszélgettünk. 1956-ban, amikor egy nagy influenza járvány volt, akkor az édesanyám nagyon megbetegedett, és volt egy nagyon aranyos házi orvos bácsink, aki őt meggyógyította, és ő lett a példaképem. És én akkor 6 éves koromban eldöntöttem, hogy ha lehetőségem lesz rá, akkor én orvos szeretnék lenni. És az is lett. 1976-ban végzett a Pécsi Tudományegyetemen, azután a gyermekkórházban dolgozott, és gyerekgyógyászatból vizsgázott. 82-ben kerültem ide a szekszárdi kórházba, ahol az infektológiai osztályra kerültem. Azzal a feltétellel, hogyha én ott leszakvizsgázom, és megépül az új gyerekosztály, akkor annak az infektológiai részlegét fogom vezetni. Az új gyerekosztály megépül, de infektológiai részleg nem lett, úgyhogy én maradtam az infektológián. Tehát 82 óta 39 éve vagyok ezen az osztályon, aztán 84-ben szakvizsgáztam infektológiából, és annyira megszerettem ezt a szakot, ezt a pályát, hogy aztán soha többet nem volt arra gondolatom se, hogy elhagyjam. Az orvostudomány ezen területe a fertőzésekkel, fertőző betegségekkel foglalkozik.
A főorvos elmondta, azért is szerette meg ezt a szakot, mert a 80-as évek óta egyre kevesebb volt a fertőző betegség Magyarországon, és ez többnyire a védőoltásoknak volt köszönhető. A 80-as években azokat az osztályokat, akik csak és kizárólag klasszikus fertőző betegségekkel foglalkoztak, be is zárták Magyarországon, tehát azok ma már nem léteznek. Viszont mi a 80-as évek elején nyitottunk más szakmák irányába is, és a fő profilunk a hepatológia lett, vagyis a májbetegségeknek a gyógykezelése, annak teljes skálája az egyszerű zsírmájtól egészen a vírusos, krónikus májbetegségig, az alkoholos májbetegségig. Tehát a teljes skála. Akkor nyitottuk meg 1984-ben a rendelőintézetbe a megyei májbeteg gondozónkat. Eleinte napi 2-4 betegünk volt. Ma ott tartunk, hogy az egész megye teljes területéről hozzánk járnak a májbetegek. Napi 20-25 beteget látunk el a májbeteg gondozóba. Ezen kívül 1998-tól hepatológiai interferon centrum is vagyunk, ami azt jelenti, hogy a hepatitis B-s és C-s betegeket gyógyítjuk, ami egy gyönyörű, szép feladat, mert hatalmasat fejlődött ilyen szempontból a terápiás lehetőség. A 90-es évek elején a betegeknek körülbelül 10%-át tudtuk meggyógyítani. Hosszú, gyötrelmes, kellemetlen egyéves kezeléssel. A mai nap pedig ott tartunk, hogy a hepatitis C vírusos betegeket 3 hónap alatt napi 1 szem tablettával 97-98%-ban meg tudjuk gyógyítani. A doktornő azt is hozzátette, úgy véli a legszélesebb látókörű ezen orvosok az infektológusok. Diagnosztika és ez a gondolkodás, ami ezeket a betegségeket felfedezhetővé teszi, ez nagyon érdekes és nagyon sok irányú, és gyakorlatilag az egész orvostudomány felöleli, mert a daganatos betegségétől, a betegségektől, az autoimmun betegségekig, a ritka fertőző betegségekig minden lázzal járhat. Tehát nagyon szertágazó és nagyon érdekes ez a terület. Ez egyfajta kutató munka is, ami nagyon sok örömmel tölti el az ember, természetesen akkor, hogyha meg tudjuk gyógyítani a betegeket. De hát erre törekszünk, és nagyon lelkes, és tényleg lelkismeretes közösségünk van, beleértve a nővéreinket, a kiszolgáló személyzetet, és hát az orvosokról nem is beszélve. Dr. Bali Ildikó a pandémia alatt és az elmúlt 39 évben végzett munkájáért Pro Sanitate díjat kapott Kásler Miklóstól, az Emberi Erőforrások miniszterétől és Rétfalvi Bence parlamenti államtitkártól. És aki engem felterjesztett, ez nyilván a kórház vezetése volt. Úgyhogy nagyon köszönöm a főigazgatónak, orvosigazgatónőnek, hogy gondoltak rám. Ez nagyon nagy dolog, hogyha valaki olyat csinálhat egy életen keresztül, ami gyakorlatilag a hobbija. Tehát nekem a hivatásom, a hobbim. Ez a díj azon, hogy én hogy fogok hozzáállni ezek után a betegekhez, a kollégáimhoz, a bárkihez, vagy egyáltalán a hivatásomhoz, nem sokat változtat. Mert én ugyanolyan lelkiismeretesen fogok ezután is dolgozni, ahogy eddig dolgoztam, de azért mégis egy állomás az életemben, hogy ennyi év után, ugye 46 éve végeztem. Tehát 46 év alatt eljutottam ehhez a, vagy eljutott, megkaptam ezt a díjat, ami Magyarországon egyébként a második legmagasabb egészségügyi kitüntetés. Nagyon boldog vagyok, de nem fog változtatni az én hozzáállásomon. Talán, ha mondhatom, akkor még nagyobb erőbeadobással dolgozok, amit most a pandémia idején nagyon nehéz megvalósítani, mert én reggeltől este későigben vagyok minden nap a kórházban.
A főorvos elmondta, hogy bár már 14 éve nyugdíjas, azóta sem hagyta el a pályát egyetlen napra sem. Addig szeretnék dolgozni, amíg az egészségem engedi, amit hála Istennek én elég jónak tartok pillanatnyilag, és amíg szükség van rám. És azt a díj mellett azt érezni, hogy szükség van rám, ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó érzés, és még egyszer nagyon köszönöm a kórház vezetőinek, hogy ezt lépten nyomon éreztetik velem. 30 éves évfordulóját ünnepli a Szekszárdi Kolping iskola. Alig 40 fővel indult a képzés, ma már 900 gyermek tanul az intézményben. Koller Tamás igazgató azt mondta, bár az oktatási rendszerben jelentős változások mentek végbe az elmúlt évtizedek alatt, ennek ellenére a Kolping alapértékei nem változtak az idők folyamán. 30 esztendő telt el azóta, hogy az első tanulók átlépték a Kolping iskola kapuját. Az alapító igazgató Köntösné Rajnai Anna Mária azt meséli, az akkori oktatási rendszer számára rendszeridegen volt mindaz, amit a Kolping képviselt. Hihetetlenül nehéz volt. Nem volt elődünk az országban, tehát a minisztériumok sem tudták, hogy mivel állnak szemben, amikor a kéréseinkkel előálltunk. Amikor úgy nézett ki, hogy na, talán elindul, akkor pedig nagyon sokan ki akarták sajátítani, hogy az ő fiók iskolájuk, és majd ők, mert mi nem tudunk anyakönyvezni, mi semmit nem tudunk, és majd ők uralkodnak felettünk. De hát az előbb mondta az igazgató úr is, nem az a fajta vagyok, akit olyan könnyen lehetett félreállítani bárhonnan is. Elhangzott ugye a Mayer Mihály püspök neve, viszont azóta hát nem olyan jó sorsot befutott. Wolf Gyula is nagyon sokat segített akkor még nekünk egyházi részről. Az állami részről pedig Göttlinger Istvánnak a nevét muszáj megemlíteni, az akkori irodaigazgatót, mert ha ő nincs, akkor állítom, hogy ez az iskola nincs. Szóval ő úgy írta alá a működési engedélyünket, hogy azt mondta, biztosítom, hogy addig nem jön ide be senki abban a fél órában, míg ő ezt megfogalmazza, akkor ő kiadja. Hát én odaálltam az ajtóba, hogy ide ugyan be nem jön addig senki. Szóval ilyen fizikai terroroknak is ki voltunk térve. A legtöbbet az Augsburgi Kolping Szövetségtől tanultak kezdetekkor, mondta az alapító igazgató. Azt a rendszert egyesítenünk kellett a magyar oktatási rendszerrel, be kellett illeszteni. Nem volt olyan egyszerű ezt az oktatási minisztériummal is elfogadtatni, mert vagy a szigeti gazdaiskolát képzelték el, akkor volt az háziasszony képző, nem, az házvezetőnő képző volt, és vagy pedig az állami oktatást, a technikumot, a kereskedelmi középiskolákat, vagy a gimnáziumokat. Ez akkor, aminek indult, akkor elcsúfolták, hogy ez a cselédképző. Szekszárdon is elindult az általános iskolákban a reklám. Hülye vagy fiam, jó leszel a cselédképzőnek. Na ezzel a széllel szemben kellett megalapítani az iskolánkat, nyáron összeszedett 40 gyerekkel. Felföldi László megyés püspök véleménye szerint több figyelemre van szüksége a nehéz sorban felnövekvő gyerekeknek, és ebben az iskolának nagy szerep jutott az évek folyamán. Egyház szerep az iskolákban, és természetesen így a Kolpingban is, és minden más iskolában, ami rendkívül fontos, az a lelkületnek a megadása. És minden iskolát valójában ugyanúgy állami erőből, támogatásból, fenntartásból tudunk mi is fenntartani, vagy a Kolping is így tartja fenn az iskolákat. De hogy milyen lelkületet adunk, milyen lélekkel, hogyan tudjuk erősíteni a fiatalokat, a tanárokat, na ez az egyház, ez a mi nagy-nagy feladatunk, és ez rendkívül fontos minden emberi életben, minden család életében, és természetesen minden nevelő intézmény életében. És minden iskolára igaz, hogy nem csak tanítás, hanem nevelés is. Akkor is, ha ezt nehéz elvállalni és kimondani, de itt ebben az iskolában még inkább valóságos, hogy itt nem elég csak megtanítani, hanem az nevelni azt jelenti segíteni az életet, hogy valóságos szép életté váljon. Minden gyermek életében fontos a lelkület, hisz lelki erővel lehet az életet csak megélni, és ezt gazdagítani, erősíteni kell. Itt ez még hatványozottabban igaz, és még nehezebb ezeknek a gyerekeknek ezt a harcot megvívni, tehát még jobban melléjük kell állni, tehát több segítséget kell adnunk, mert hát ők ilyen körülmények közül jönnek, és nekik is azért hiszem azt, hogy az Isten szép, gazdag életet szánt,
de ehhez melléjük kell állnunk, segítenünk kell őket. Már az iskola különböző oktatási formáiban közel 900-an vesznek részt. Kollár Tamás igazgató azt mondja, bár a rendszer 30 éve alatt folyamatosan átalakult, vannak olyan alapértékek, melyek mentén a Kolping megtartotta helyét az oktatási rendszerben. A szeretet az állandó, a hit, és hát nagyon sok minden megváltozott. Az egész környezet, a gyerekanyag, és hát a szakképzés rendszere az talán folyamatosan változik, mind a mai napig. Mindig megkaptuk a megfelelő segítséget, mindig onnan, ahonnan szükségünk volt rá, és így folyamatosan meg tudtunk felelni, meg tudunk felelni az elvárásoknak. Azt gondolom, hogy egy hiánypótló iskola vagyunk Tolna megyében, tehát olyan gyerekekkel foglalkozunk, akiknek nagy szükségük van ránk, ezért így könnyű megfelelni. Azt gondolom, hogy a szakmai kínálatunk az most megfelelő. Szoktam mondani, hogy a középfokú oktatásnak majdnem minden részét lefedjük. Van szakiskolánk, szakképzőiskolánk, gimnáziumunk, esti tagozaton, nappali tagozaton. Egyedül most szakgimnáziumi képzésünk nincsen, de a középfokú oktatás teljes palettáján jelen vagyunk. És a fejlődésnek egy másik síkja, azt gondolom, a materiális sík, ahol van lemaradásunk. Nagyon szeretnénk most a főépületünket felújítani, modernizálni, ezen dolgozunk. Kollár Tamás véleménye szerint a 30 esztendő szekszárdi Kolping iskola működésének legnagyobb eredménye az, hogy az ide beiratkozók jó szakemberek lesznek, jó szülők, jó hazafiak és jó keresztények. Ennek megvalósulása az iskola legfőbb célkitűzése marad a jövőben is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!